2024. július 1-ével az Európai Uniós Tanácsnak elnöksége Magyarország lett, és ennek keretében a kormány a Kulturális és Innovációs Minisztériumon keresztül országos programsorozatot indított el 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban címmel, amely a Hagymafesztivál keretében Makóra érkezik. A programok egyik bázisa a Hagymaház lesz, ahol szeptember 12-én az Anyám és más futóbolondok a családból című filmet vetítik le a színházteremben, majd ezt követően közönség találkozóra kerül sor a rendezővel, Fekete Ibolyával. Az ingyenes jegyek átvehetők a mozi jegypénztárában. Szeptember 13-án, pénteken, délelőtt 9 órakor a Hagymaház Színház termében Szál a világ lepke szárnyon címmel énekelt versek a Kossuth díjas Sebbő Ferenc előadásában. Ide az általános iskolás 3., 4., 5. osztályosait várjuk, de természetesen bárki, aki szeretné megtekinteni ezt az előadást. Ugyanezen a napon délután 15 órától Csehov egyfelvonásos komédiákat láthat a közönség, melyre szintén ingyenes jegyek kérhetők. Szeptember 16-án pedig egy interaktív vándorkiállítás érkezik a Hagymaház aulájába, amely 10 órától lesz megtekinthető. A Magyar Nemzeti Múzeum Magyar Menyasszony című tabló kiállítása, valamint az Iparművészeti Múzeum Iparkodjunk című kiállítása érkezik majd a József Attila Városi Könyvtárba, illetve a Szépművészeti Múzeum is készül programokkal. Szeptember 12-én csütörtökön kezdődik nálunk az első program, a Szépművészeti Múzeum Királyok, Hősök, Csaták címmel egy múzeumpedagógiai foglalkozást, illetve egy előadást hoz hozzánk, ami 4 fantasztikus történelmi festményről fog szólni. Ezeknek a festményeknek a titkairól fog Deme Edina, a Szépművészeti Múzeum főosztály vezetője, művészettörténész előadást tartani, hogy mi is a közös ebben a 4 nagy történelmi festményben. A Széchenyi téren eddig nem látott események színesítik a Hagymafesztivált már a pénteki napon 15 órától, hiszen a fővárosi nagycirkusz interaktív produkciókkal készül. Érkezik egy gasztrobusz, incsiklandó falatokkal, a kicsiknek kézműves programokkal és gyermekkoncertekkel is készülnek. Szombati napon a Hagymaház előtti térre terelődünk át picit délelőtt, itt a főzőverseny fog megrendezésre kerülni. Nagy örömünkre szolgál, hogy a tavalyi 31 nehány jelentkezőhöz képest most jóval többen vannak, úgyhogy biztosan a posta felé is el fogunk majd kanyarodni a főzés tekintetében. Ugyanennek a napnak a délutáni programja a Fekete Lászlóék nemzetközi erős emberek versenye. Fontos megjegyezni, hogy szeptember 14-én szombaton a Szegedi utcai volt Bartók iskola előtti körforgalomtól egészen a polgármesteri hivatalig le lesz zárva az útszakasz este 18 óráig. A Hagymafesztivált pénteken Farkasréva Erzsébet polgármester nyitja meg, és köszöntőt mond Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Závodján Magdolna a kultúráért felelős államtitkár.